Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A mostani videóblog bejegyzésem egy születésnapi jó kívánságba, születésnapi üzenet lesz a 70 éves kereszténydemokrata néppárt részére, akik ugye, ha jól tudom, a hétvégén ünnepelték ezt a jeles alkalmat. A kereszténydemokrata néppárt politikai programját tekintve elmondhatjuk, hogy a jelenlegi parlamenti pártok közül a legközelebb van a Jobbikhoz. Azonban több mint 10 évvel ezelőtt sajnálatos módon nagyon erősen hozzáláncolta magát a Fideszhez. Ahhoz a Fideszhez, amely nem olyan túl régen még liberális volt, sőt nem csak, hogy liberális, egyébként most is az, tehát nem csak, hogy liberális, hanem még antiklerikális is volt. Mindenki emlékezhet az elhíresült mondásra, térdre csuhások, mely ugye a Fidesz képviselő részéről hangzott a parlamentben, ha jól tudom, akkor a KDNP-s képviselők irányába. Én azt gondolom, hogy egy keresztény politikus számára nem elsősorban a gazdasági, financiális üdvösség az, amely a legfontosabb kell, hogy legyen, hanem sokkal inkább a lelki üdvösség, és bennem óriási kérdőjelek vannak, hogy emellett a Fidesz mellett nincs-e veszélyben a kereszténydemokrata politikusok lelki üdvössége. Járva az országot azt tapasztalom, hogy a plakátokon, a fideszes plakátokon ott virít a jelszó csak a Fidesz. Csak a Fidesz, tehát a KDNP-ről szó sincsen. Pedig elviekben a KDNP egy állandó koalíciós partnere, egy természetes szövetséges a Fidesznek, mégsem említi őket a plakátjaim. Ennek az az oka egyébként, hogy a KDNP-re valójában nem volt szükség, csak arra, hogy elmondhassák magukról, hogy lámlámjuk a kereszténydemokratákat is maguk mögött tudják, és a KDNP logója is jól mutat és felfele értékelte a Fidesz narancs színű logóját. Végezetül azt tudom mondani a kereszténydemokraták részére, hogy tiszta szívemből azt kívánom nekik, hogy álljanak a sarkukra, próbáljanak a Fidesztől elszakadni minél korábban, mert ha ezt nem teszik meg időben, akkor sajnos a Fidesz együtt fognak a történelem süllyesztőjében véglegesen eltűnni. Győzzen a Jobbik, adjon az Isten szebb jövőt!